Az 1956-os forradalom és szabadságharc kecskeméti áldozataira emlékeztek vasárnap délelőtt a kecskeméti köztemetőben. Az ünnepi megemlékezést az 56-os emlékhelynél tartották meg az esemény 63. évfordulója alkalmából. Valahogy írni kellene azokról is, akik himnuszt énekelve mind a mennybe szálltak. Kovács István kecskeméti költő saját versét szavolta el az ünnepségen. A vers után lovag, kenyeres, dénes, nyugállományú Honvéd mondott emlékező beszédet. Egyre többet hallunk és beszélünk 1956-ról. Ezt főleg a rendszerváltásnak is köszönhetjük, mint tudjuk, 30 évvel ezelőttig nem lehetett nyíltan erről a fontos történelmi eseményről, eseményekről még említés tenni. Ugyanis hivatalos álláspont szerint ellenforradalomként emlegették, 1989 elején Pozsgai Imre politikus vetette fel, hogy 56-ban népfelkelés zajlott hazánkban. Kenyeres Dénes beszédében az 1956. október 26-27-i kecskeméti brutális katonai akcióban megsebesült és elhunyt áldozatokra emlékezett. A szónok beszélt a magyarság, s főként kecskemét tragikus időszakairól, és arról, hogyan jutottunk el ezekhez a borús napokhoz. A magyar politikában a döntő fordulat 28-án következett be, új honvédelmi minisztert neveztek ki, megkezdték a nemzetőrség szervezését a több párt rendszer kialakítását. A legfontosabb cél az orosz hadsereg kivonásának elérése volt, ez azonban végül csak a rendszerváltás után következett be. Az esemény zárásaként koszorúkat helyeztek el az 56-os emlékhelyre, így tisztelegve a kecskeméti áldozatok előtt.